Ami az első és legfontosabb kérdés tulajdonképpen a ti esetetekben, mielőtt arról beszélnél, hogy a holnapi vadonatúj punani videóklip mit tartalmaz és hogyan gondolkodtatok róla, hogy véleményed szerint a punaniak mi volt az a pillanata, amikor átütött, valami megfordult? Ugye 10 éve létezik ebben a fölállásban, nem ebben a fölállásban, de 10 éve punani masszív, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hová teszed magadban azt a pillanatot, amikor valami átfordult. Ezt azért nehéz megmondani egyébként, mert hogy ez egy abszolút folyamatában lineálisan ment. És én mindig azt a részét figyeltem, hogy az a jó, hogyha csinálsz valamit, és van egy éve, mindennek van egy felszállása, egy leérkezése, hogy ember repülőn meg hegyen nem maradt fent, ugyanúgy egy, nyilván egy produkció sem. Én úgy gondolom, hogy hát ez nagyon sokrétű, sok összetevője van. Elsősorban talán az, hogy sikerült egy olyan keretek közé rakni a csapatot, hogy menedzserünk lett, aki tudta azt, hogy hogyan kell azzal bánni, hogy hogyan kell egy produkciót eladni, hogyan kell megjelenni a formába, minket gatyába rázni, hogy időben odaérkezünk a koncertre, tehát egy teljesen gyerekként kezdtük a zenélést. Az első 10 koncertünket körülbelül le is mondtuk, ami fellépés volt a életünk pályafutásának elején. Exxon Rose-t játszottatok. Hát, ja. Ő egyébként van, még előkerült valahol mostában, nem? Igen. Állítólag nem annyira erősen, mint ezelőtt. Valamilyen formában még létezik. Na, szóval, hogy én nem tudnám megmondani igazából, ezeket sokszor felteszik, ezt a kérdést, és mindig azt mondom rá, hogy én nem éreztem azt a löketet. Igazából én magamon csak azt láttam, hogy mikor jön el az a pont, amikor azt veszem észre, hogy az emberek csak erről kérdeznek, mondjuk hétköznapi barátok. És amikor ez kezdett már így idegesítővé válni, akkor éreztem, hogy akkor ez szól valamiről, mert hogy még ez foglalkoztatja a gyerekkori barátaimat is, talán akkor. Azért lett érdekes ez a kérdés egyébként, mert mondjuk Petőfiről nézve jól látszik, hogy viszonylagos rádiós támogatás nélkül érkeztetek be ebbe a helyzetbe. Aztán természetesen a Petőfi is sokat játssza a punani masszívot, nem ez a kérdés. Köszönjük szépen. De igazából az a pont, ahová elérkeztetek, az lényegesen országos rádiós támogatás nélkül ment, ami szerintem hihetetlen nagy teljesítmény egyrészt, amihez gratulálunk. Másrészt viszont egy bátorítás, egy alternatív érvényesülési módra, már ugye eddig a klasszikus érvényesülés az, hogyha nincs rádiós lágered, akkor nem vagy senki, ami önmagában szerintem, bár ez lehet még egy másik vita tárgya itt, egy kerekasztal vagy pódiumbeszélgetés keretében, de hogy megjelent egy alternatíva, amit tulajdonképpen a ti példátok jellemez a legszebben, hogy van élet rádiós játszás nélkül, aztán az is megjön. Emlékszel, hogy hogyan gondolkoztatok kezdetben a videoklipjeitekről? Hát nézd, például az első videoklipünket egy nagyon jó barátom, Miki E357 forgatta, és a költségvetésünk az, hát szerintem most van annyi a zsebemben, tehát 10.000 forint alatt volt. Azt hiszem, hogy kellett bérelni egy jelmezt, de az is úgy történt, hogy aznap este találtuk ki, hogy akkor reggel jelmezt bérlünk. Nekünk az volt a mániánk, hogy csülköztrapocskát főzünk este előtte. És hát ad hoc nyilván, ami eszünkbe jutott, azt felvettük. De nem gondoltuk volna egyébként, hogy az egyik legnépszerűbb dal lesz, és nem is fért rá végül a lemezre egy ilyen jogosítás véget. Így hát teljesen máshogy álltunk hozzá, ugye. Nyilván, ahogy személyesen tapasztalod meg azt munkában, hogy azért ez az, hogy kell egy gyártásvezető, hogy aki összeszervezi ezt az egészet, akkor még a Sosó egyedül futkosott mindenért, hogy Jézus Istenem, nincsen raktapasz, kell egy diszkógömb, meg nem tudom, valami ilyesmi, amint teljesen felsős volt egyébként a klipben. De hogy mindezeknek a megszervezése, meg a megélése, az egy ilyen új ügy. És az nyilván akkor jó volt, viszont úgy gondolom, hogy teljesen más, hogy nézek most például elé egy forgatásnak, mint akkor. És mondjuk mit vártatok akkor egy kliptől? Vártatok-e valamit? Érdekes, hogy én például egy olyan ember vagyok, akinek általában nincsenek céljai. Tehát, hogy nem célok vezérelnek, hanem érzések hajtanak. És például egy ilyenben nem vártam akkor sem, hogy ebből lesz valami. Nem volt az, hogy legyünk egy jó koncertzenekar, vagy fellépjünk a világ legnagyobb csarnokába. Szerintem igazából semmit nem vártam tőle, abba bíztam, hogy így azzal a hozzáállás és azzal a 30-at profizmussal, amivel éppen én hozzá tekintettem akkor, hogy ebből lehet valami olyan, amit más is érdekli. És hála Istennek, ez a hétvégre klip volt egyébként.
és azt is szintén Miki csinálta, és ott volt ez tulajdonképpen, hogy késtünk a forgatásról, hogy előtte inkább elmentünk gyorsan leszedetni a fogkövet a szánkról, semmit megnézni azt, hogy mi az apparát. De azt hiszem, hogy ezekből tanulsz, úgyhogy ebből tanul az ember nyilván. Előbb szedjük le a fogkövet. Nagyon érdekes jelenség vagytok abban a szempontból is, hogy az ember azt gondolná talán elsőre, hogy rádiós támogatás nélkül úgy lehet befutni az internet világába, hogy rongyán nézi mindenki a YouTube-on a klipjeiteket. De utána néztem, és hát nem ti vagytok a legnézettebb magyarok a YouTube-on, de nagyon szép teljesítmény a tiétek egyébként, de átlagban 1 millió és 2 millió között van egy átlag klip pundani nézettsége. Mondjuk, ha jól emlékszem, akkor kimagaslók ezen felül a Mary Poppins-szel közös mosoly, és az élvez klipje, ami 5 fölött van. 5 millió fölött. Ugye a lista vezető az most már 23 millióval belehalok majkáékkal. Csak hogy a arányokat nézzük. Mi az, ami szerinted a pundaniban nagyon vonzó a közönség szempontjából? Te mit érzel? Hát ezt nem tudom megmondani. A front emberek sármját most... Szerintem Pundani Masszív egy érdekes sztori, mert hogy nálunk az van, hogy ugye a magyar alapvetően kritikus és elég önbíráskodó fajta. És ugye mindenkinek személyes érzelmei vannak valamihez, attól függetlenül, hogy én mindig úgy gondoltam, hogy ha valami nem érdekel, akkor ahhoz nem is kommentelek és nem is nyilvánítok hozzászólást. Azzal teszem a legjobbat, de hogy a magyarok nem ilyenek. És nálunk mégis az van, hogy vagy szeretem a felvételeiket, de a koncerten nem szeretem, mert bénák vagy fordítva. De hogy valamelyik módon valahogy van valami kapcsolata vele, ami jó. Az, hogy ennek mi a titka, erre vagy kíváncsi, akkor fingom sincs. Te mit érzel, mint vonzol. Másfél-két héttel ezelőtt beszéltem egy pécsi egyetemi tanárnővel egészen pontosan, aki ráadásul marketinget tanít, és tulajdonképpen arról volt szó, hogy mi az oka annak, és szerették most is szakanyarodni oda, hogy koncertzenekarból lettetek alapvetően ilyen annak, hogy amúgy a koncertlátogatottság esik, meg mivel lehetne marketinggel feldobni, vannak ilyen ötletek. És mondta, hogy ő és az összes kollégája, de az országban azt tapasztalja, hogy itt nem csak egy marketing probléma van, és nem csak egy gazdasági válság probléma van, hanem egy új generáció jelent meg, az Z generáció, ez a mondjuk, hogy a felnőtt része az a 18-20 éves korig bezárólag. És meg az Y-nak az, hogy mondjam, a fiatalabb része, és hogy ők nem mozdíthatók, vagy sokkal kevésbé mozdíthatók bármilyen aktivitásra az egyetemen. Tehát aki egyetemre jár, annak a 80-90%-a azt csinálja, hogy csütörtökön leteszi az antot, hazamegy, bebújik a mackónadrágába, otthon a laptop előtt, vagy számítógép előtt, okostelefon előtt, a képernyő előtt megy, aztán hétfő reggel vissza. De hogy nagyon nehéz bárhova kirángatni őket, és nektek ezzel együtt sikerült ezt a teljesítményt elérni, úgyhogy azért próbálom forszírozni, hogy te mit érzel a színpadról, vagy egyáltalán a feléd irányuló érzésekből. Érdekes egyébként, hogy ha ezt vesszük alapul, akkor például a Pécsett egy olyan esemény a Pundani, hogy nagyon sokan eljönnek egy pundani koncertre azért, mert hogy elmegy mindenki, és így találkoznak egymással, és tudnak jót beszélgetni. Szerintem maga a szellemisége, amiről szól a koncert, arról, hogy igyekszünk energiát átadni magunkból, ezáltal veszteni is magunkból egyébként, hogy szerintem ez az, ami fontos, hogy érzik abban a légkörben, hogy ott nem utálat van, meg nem kivagyiságról szól ez, hanem arról, hogy élvezzük, amíg van mit, mint ez a persze az utolsó szerügy. De egyébként pont nézem a listát, hogy teljesen érdekes, hogy mit keresünk itt. Na, szerintem akkor, ha van mód,